Az Umarexnél vagyunk, HK 4600C, egy rövidebb, kompaktabb verzióban, gázblowback-es, tárban van maga a gáztartály. Ugyanúgy működik, mint egy élesnél. És a sorozatlövő állása nem működik, hiszen Németországban vagyunk, itt nem lehet sorozatot lőni, de valószínűleg mire Magyarországra ez a modellbe kerül, ott ebben az állásában ténylegesen sorozatot fog lőni a fegyver. Van hátra rugása, hangja, hátul akad a zár, van zárakasztója. Egy az egybe olyan, mint egy éles. Ezt úgy nagyon szeretném otthonra játszani a kertbe. Ez nagyon ott van. Az Umarex mérnökei valószínűleg kiküldték Rióba, hiszen karneváli hangulatba kerültek. Fehér és rózsaszín színben készítenek P22-est. Amúgy technikailag semmi újítás nincs a pisztolyban, Barbie style. Az idei év egyik érdekessége, hogy igazából mindenféle licenszeket felvásárolnak az Umarexnél, és most sorra került az IVI is, és most már készítetnek legálisan pontos másolatot a Tavorról, az Uziról, bármiről, tehát várhatjuk, hogy izraeli fegyverek garmadát fogja készíteni a német Umarex. Szintén újdonság az MP7 Airsoft verzió, igaz, hogy tavaly már volt ez a fegyver, csak akkor még nem egy az egyes méretarányban másolták le, az egy kicsit kisebb volt, mint az éles. Ez pontosan megfelel minden szempontból az éles eredetinek. Szintén gázblowback-es, tehát a tárban van a gáztartály. Ugyanúgy lehet csőre tölteni, van zárakasztója, kétkezes biztosító, és ebben sincs most gáz sajnos, de valószínűleg ugyanolyan kellemes hátrarúgása van, mint az összes többi Umarex gázblowback-es rendszerű fegyverének. Nagyon igényesen, szépen megcsinálták. Az összes felirat rajta van, ahol kell.